Nálam otthon van egy fa. Egy pár évvel ezelőtt egy diófát ültettem a kertembe, abban a reményben, hogy majd jó gyümölcs lesz. Tavaly vagy talán tavaly előtt volt rajta egy dió, az olyan kemény volt, mint a kő. Következő évben, igen, tavaly volt egy kicsivel több, az is nagyon kemény volt. Kegyetlenül kemény, hála Istennek van egy kiskutyám, aki elbirkozik vele, és meg szokott enni azokat a gyümölcsöket. Az idén ki akartam vágni. Hát most minek nekem a kertembe egy olyan fa, ami rossz gyümölcsöt hoz, és még alatta se lehet semmit ültetni, mert a diófa alatt nem terem semmi. A lányom rábeszélt, hogy maradjon. Azt mondta nekem, hogy apu, hiszen ez élő. Megvan a diófa, megmaradt. Remélem, hogy jó gyümölcs lesz rajta. Nem hiszek, de hát remélkedni lehet. Erről beszél a mai evangélium, hogy a gyümölcseikről felismerünk azokat, akik Jézustól jöttek, vagy Jézussal járnak, vagy nem járnak Jézussal. Most nem a fára gondolok, mert a fa az egy fa, tehát az egy növény is, ő nem tehet róla, hogy ő most olyan, amilyen. Hanem az emberekkel, akikkel találkozunk, akik lehet, hogy valami vezetőposzton vannak, lehet, hogy nem tudom, pap lehet, diákonos lehet, püspök lehet, nem tudom, országvezetője, és ahogyan viselkedik, ahogyan beszél, ahogyan mozog, ahogyan él, abból meglátom azt, hogy Jézussal tesz, amit tesz, vagy Jézus nélkül. Nagyon fontos, hogy megmaradjunk Jézusban, hiszen az Alleluiának a versében Jézus maga mondja, hogy maradjatok bennem, és én bennetek. Aki én bennem marad, bőséges termést hoz. Nem pontosít, hogy jó termést hoz, de hiszen tudjuk, hogy Jézustól nem származhat semmi rossz. Tudjuk azt, hogy az Isten, amikor teremti a világot, minden nap után oda van írva, hogy és látta az Isten, hogy mind az jó. Az Isten nem tud teremteni rossz dolgot. Ő soha nem teremti rossz dolgot. Hiszen Isten maga a szeretet, és ez a kedvenc mondatom a János leveléből, első János levele, 4. fejezet, 8. vers, hogy Jézus, vagyis Isten, ez ilyen, igen, szóbotlás, de igaz, hogy Jézus a szeretet. Tehát nem lehet nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja emberek, az barátaiért. És ez a fő. És így, ha így élünk szeretetben Jézussal, szeretetben Istennek, akkor nem fogunk rossz termést hozni. Éppen a sekrestyében beszélgettünk, és eszembe jutott ez a hasonlat, hogy amikor egy fa egy oldalra van hajlítva, akkor nagyon nehéz őt visszaállítani a helyére, hogyha ő több éven keresztül abba az oldalba nő. Tehát ez ránk is vonatkozik, ha mi Jézussal növünk, Jézussal növekszünk nap mint nap, abba az irányba, az ő felé vezető úton haladunk, akkor minket nincs az az erő, ami vissza tudja hozni másik irányba. Nincs az az erő, még a sátán maga se tudja minket visszahúzni a saját oldalára. Mert hogy még ha valami bajok is történnek az életünkben, valami nehézség is történik az életünkben, de Jézus ott van mellettünk. Nagyon tetszik nekem az a példa, amikor most nem emlékszek pontosan, a végére emlékszek nagyon jól, hogy volt egy ember, akinek az Isten, a Jézus Krisztus megígérte, hogy mindig vele lesz egész élete folyamán.
És meghalt ez az ember, és akkor ő oda került Jézushoz, és Jézus azt mondja, hogy hát nézzük meg az életedet. És láttak ilyen lábnyomokat a vízparton, a tóparton, vagy a tengerparton is, és hogy azt mondja Jézus, hogy látod, ott van, ott vagyok melletted. Tehát látni két lábnyom, és odaérnek valami nehézséghez, és csak egy pár lábnyomot látja az az ember. Utána a következő nehézség megint csak egy pár lábnyom is. És azt mondja, Jézusom, hát amikor nekem a legnehezebb volt, akkor te ott hagytál engem? És azt mondja, nem hagytalak ott, hanem a kezemen vittelek. Tehát ne felejtsünk el azt, hogy amikor a legnehezebb, akkor ő ott van a legközelebb. Ne felejtsünk azt, hogy ő mindig ott akar velünk lenni, és még akkor is, amikor én eltaszítom, még akkor is, ha mondom, hogy nem, én most teszek úgy, ahogy én szeretnék. Megteszem mindent, csak azt, amit én akarok, és hagyjál engem békén. És ő alázatosan megvárja, amikor én készen, kinyitom neki a szívemet. Nagyon fontos látnunk azt, hogy mit kell tennünk. Nagyon fontos vele tenni mindazt, amit tennünk kell. Éljünk vele. Éljünk vele nap, mint nap. Járjunk vele életünk napjait. Hogy az emberek, akik körülöttünk lesznek, vannak, gyümölcseinkről ismerjék fel, hogy Jézussal járunk. Amen.